Ha botanikai hét, akkor az elképzelhetetlen növények jelenléte nélkül. Hogyan, milyen formában próbálják közelebb hozni az emberekhez a növényeket? Minél több formában, tehát egyrészt megpróbáljuk az élő növényeket is bemutatni, másrészt a kézműves foglalkozásokon, növényrajzolásokon megpróbáljuk a növényt, mint művészeti objektumot bemutatni, és a könyvek révén, a szakkönyvek alapján nagyon sok oldalról is közelíthetjük a növényeket, és természetesen a tudomány oldaláról, a tudományos eredmények kapcsán is több oldalról lehet őket megismerni. Mik voltak az érdekességei ennek a növénybemutatónak itt kint, ami egész héten létezett? Nagyon érdekes kiállítónk van, Botyánszky Mihály és felesége évek óta foglalkozik évelő lágyszárú növényekkel. Egyrészt gyógy- és fűszernövények termesztésével is foglalkoznak, sziklakerti növények termesztésével is foglalkoznak, és ami nagyon különleges, hogy van egy óriási sáslilium és nőszirom gyűjteményük. 300 fajtát gyűjtöttek össze nőszirmokból, sásliliomokból is nagyon sok. Ez egy különleges dolog, mert nem sok kertész gyönyörködhet ennyi szép nőszíromban, és nagy örömünkre el is hozták ezt vágott virágként, tehát a virágzó nőszírmokból egy bemutatót láthatunk az épületben. Kiknek szánták igazán ezeket a bemutatókat? Szántuk a város lakosságának, hogy egy kis tavaszi szint hozzunk a város életébe, és egy kicsit a virágvásárokon túl egy többlet élményt adjunk a növényekkel kapcsolatban a város lakóinak. Szántuk ezt a hallgatóknak, hogy a szakmai körökből olyan emberekkel találkozhassanak, akikkel esetleg a képzés során soha nem tudnak, és itt lássák egyben a szakmának a kimagasló képviselőit. Ezen kívül szántuk a kollégáknak, hogy kicsit a főépületben dolgozókat felcsalogassuk a kampuszba, és itt egy kicsit a növényekkel kapcsolatban elbeszélgessünk, kollégákkal is, tehát mindenkinek. Hogyan fogadták? Milyen volt a hangulat, a fogadtatás? Akik meglátogatták a rendezvényt, azt mondhatom, hogy csak pozitív jelzéseket kaptam. Igazából a negatív dolgot az időjárás hozta. Ugye a látogatószám nem annyi, amennyit szeretnénk, hanem sokkal kevesebb. Azt hiszem, ez főleg az időjárás miatt lehet. Gyerekeket sikerült megfogni egy kicsit, hiszen nekik is volt külön foglalkozás. Igen, jelenleg is folyik a Csuhé baba készítés a kézműves foglalkoztatóteremben. Gyerekcsoport is érkezett, és hát a hallgatók is bekapcsolódtak a kisgyerekekkel a foglalkozásba. Tegnap is kipróbálták, egy kicsit jobb idő volt a játszóteret is, és rajzoláson is részt vettek.